A székesfehérvári királyi napok a történelmi főváros egyik legfontosabb kulturális eseménye. Az idei programsorozat talán leglátványosabb része a Lovagok napja középkori forgataga, mikor hagyományőrző csapatok, régi zenei együttesek, családi és gyermekprogramok várják középkori kalandozásra a látogatókat. Van nálunk egy korabeli korong rekonstrukció, ahol ki lehet próbálni, hogy hogyan is készültek azok a díszes fazekak, amelyeket ma a régészek megtalálnak. Emellett van kötélverőgép, hiszen az élet minden területén nagyon hasznos volt akkor tájt a madzag, csak úgy, mint napjainkban a szigetelőszalag. Az Ars Enzis Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület különleges élményt kínált a látogatóknak, akik kipróbálhatták a középkori fegyvereket, és interaktív harcművészeti bemutatón vehettek részt. A 14. századtól kezdve dolgozunk fel különböző vívókódexeket, német, francia, olasz, spanyol és néhány angol nyelvi forrást. Ezekből a forrásokból próbáljuk meg kikövetkeztetni, hogy hogyan vívtak az elődjeink. A középkori egyházi építészet egyik legizgalmasabb vívmánya a rózsaablak volt. A számos szimbolikát magába rejtő művészeti alkotásokat egy kis segítséggel bárki elkészíthette. Kétoldalú ragasztó segítségével tudják a pauszpapírból, az átlátszó pauszpapírból kivágni azokat a kis részleteket, amiket ráragasztanak a lyukas részekre, és a legvégén még egy keretet hátulról ráragasztanak, ami össze is fogja, illetve el is takarja a ragasztást. A Lovagok napja a délután folyamán a lovagok felvonulásával és bemutatkozásával folytatódott, majd pedig lovagi tornával és annak eredményhirdetésével zárult Székesfehérváron.